Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak... Ficsor Zoltán, azaz Fifika. És Pifko Krisztián, alias Mujó. Boldog új évet először is nektek és a hallgatóknak. Bujék, bujék! Luftudi dudi. Mi van? Ez egy maláj tájszólás. Arról a szigetcsoportról, ahol annak idején kitalálták a... Mit találtak ki, Charlie? Nem tudom, mire gondolsz. Nagyon tudod, mondani akartam a e-cigaretta csokitóját, a teljesen biológiailag inaktív anyagból készült kókuszhéj. Ja, azt hittem, hogy a vattapamacs keverék 100% biónál is természetesebb. Igen, a birkánál is természetesebb biológiailag nem tudja magából kitolni kottont, azaz. Remek. Na, de azon kívül milyen volt a karácsony, szilveszter? Ki hol aljasodott? Nehéz kérdés. Én olyan mocskosnak érzem magam, holnap megyek hangfürdőbe. Mit csinálsz? Holnap megyek hangfürdőbe. Hangfürdő az milyen nyavaja? Lecsapatja a hangszálait. Az, amikor ilyen tibeti tálakkal csilingelnek, és akkor így a rezgések megszabadítanak. Ó, édes Istenem, megnyitják a csakrádat. És csak rád fog hatni. Azt hittem olyan, mint az ilyen sci-fi űrhajókon, ahol ugye kevés a víz, és a ultrahangos fürdő. Lerezgetnek róla minden. De ha már ultrahangos fürdő, mindenki megkapta a karácsonyi ultrahangos mosóját? Én már lecsúsztam róla, képzelem, már nem volt. Ó, baszki. Nem már. De... Még a nagybani felvásárlónál se? Megbeszéltük, hogy tőle elfből nem veszünk. Mindenhol azt mondták, hogy valami tök egyforma kinézetű figurák felvásárolták a mosókat. Úgyhogy ennyi, aztán bemérgeltem magam, elmentem ide a mókútra, azt kicsapattam a magas nyomásúval. Hát az a lényeg, egy-két inzulátor az úgy elveszett a gőzben, de vitt magadban a tibeti hangtálas hangfürdőre is a magadat. Tényleg végül is, mondd meg neki, hogy mielőtt kolompolna, szóljon, így beledobod a hangtálba. Én a lemerült akkumulátorokat akarom elvinni, hát ha a helyre jönnek, vagy megnézem. És a tiéd, Mujó? Hallottam, hogy nálad volt baleset. Igen, ez egy ilyen félig szolgálati közlemény is lesz, mindenki vigyázzon vele. Nekem ugyanis az történt, hogy neki buzdulva, miután a modokat megpucoltam vele a szemüvegemet is, és nagy rezgető buzgalmában lerezgette a lencsékről a védő réteget, és utána ilyen nagy foltokon keresztül lehetett csak rajta látni. Valószínűleg már kezdte magát megadni magától is a szemüveg lencse, de hogy erre érdemes vigyázni, hogy ilyen balesetek előfordulhatnak. Nem lehet. Egyenletesen lejött, vagy ilyen foltokba? Foltokban kezdett leválni. Ja. Nem lehet, hogy csak a kosz vált le, amit idáig megszoktál? Nem. Mondom, az egyik lencse már magától is... pici helyen elkezdett lejönni, de akkor még nem, azt hittem, hogy csak egy ilyen sima karcolódás rajta, annyira nem látszódott, de aztán ahol így megkezdődött, ott majdnem teljesen lekapta a védőréteget róla, és megkezdte ugyanez a jelenség a másik lencsén is felütni a fejét, úgyhogy nem. Nem a kosz jött le róla, hanem a védőréteg is előtték kellene, mert nem. Úgyhogy óvatosan, de a modokon nincsen ilyen, hogy azokat nem szép. Én a helyedben csak lefényképezném azokat a foltokat, és egy egész komoly tudományos értekezést összeütnék róla, hogy ez az univerzum mindenkori állapotával rezgett épp akkor a mosó. És az a belső föld térképe, ami a szemüveglencsében most látható. Ez nem jutott sajnos eszembe, inkább az jutott eszünkbe, hogy menjünk el, cseréljünk szemüveget. Pont eltaláltad a rétegednek a rezonancia frekvenciáját, és vigyázz, nehogy beledob mondjuk a lágymányosi hidat, mert azt is megbontanád vele. Csak óvatosan.
Így van, és Ellenben ha áthajtasz rajta, akkor megbüntetlek, mert annak a hírek ellenére lehet, hogy most már, hogy így rezonált a szemüveged, de ha ebben hajtasz át rajta, fizetni kell érte. Ne is idegeljetek ki, ez kabaré, ami itt matrica címszó alatt megy, autópálya matrica címszó alatt, hallod. Ingázó adó, Charlie, én ezt úgy hívom. Bemész a nagy Budapestre, bazd meg, elhozod onnan a kurva nagy lóvét, tessék fizetni. Valamelyik ismerős mondta, hogy ó, neki nincs rá szüksége, mert csak Pesten közlekedik, és meg is kérdeztem tőle, hogy de ha jól emlékszem, akkor itt a nulláson jössz ki az Osanhoz, nem? A bazd meg tényleg. A ficsába. Milyen kerülő úton tudok? Na, látod, és egybe tudod, ez a milyen, inkább elautókázik, és erre bazíroztak szerintem. Inkább elautókázik, még mit tudom is én hány liter benzin, csak hogy ne kelljen matricát venni. Hát most még olcsó a benzin is, meg ez a matrica is, mert ugye csak bevezetni nehéz, aztán utána majd mikor jövőre kitalálják, hogy nem is 5, hanem legyen mondjuk 10. Meg mindenki úgy szereti összehasonlítani, azt röhögtem pont az ismerősömnél, mondta, hogy neki két autóra idáig, ugye 48, hát 50 meg 50 volt, az 100 000 volt, most meg megúszta 10-ből. De hát azért azt ne felejtsük el, hogy a régi rendszerben ugye a 100 000-ből körbeutóztad a két autóval a Magyarországot, a mostanival meg egy megyét, tehát azért ezt így ne... Jó, de hát ha azt nézem, hogy én mondjuk Pestre járok fel a legsűrűbben, az 3 megye. Az 42 volt idáig, most meg lesz 3x5, akkor az nem olyan rossz. De hát ahogy megemelik egy kicsit, mindjárt másképp fog kinézni. Hát ez a fő szopóroller, ez a Balatonra menés, azt néztétek a térképet? Nem. Az hány megye? Azt kérlek szépen, Pest, Fejér, és itt jön a csemege, Veszprém megye, amely megyének nincs autópályája. Semmilyen nincs, csak kilátása a Balatonra. Egy 4 kilométeres kis tű, csücsök, belelóg, Somogy van utána? Az a déli far. Somogy és Fejér közé. De gyakorlatilag akkor nem 15, 20 000-be lesz akkor, hogyha le akarsz venni. Vagy megveszed külön, plusz a matricát, szóval úgy szar ez, ahogy van. Mindegy. Ez van, le kell nyelni a békát. Érdekes egyébként, hogy ezért nem ment, tehát ez nem volt akkora ingerküszöb, mint a 300 forintos vizitdíj, meg a, mi volt most az internetadó, 700 internet forint, tehát nem, ez nem. Ez ünnepek voltak, és mindenki el volt elve beiglővel, nem volt alkalmuk kimenni. De érdekes, hogy barátom tetett a Facebookon a kérdést, hogy minek ez a nyakatekert szerencsétlenkedés össze-vissza, miért nem emelik meg simán a jövedéki adóját a benzin? És akkor azonnal jöttek a válaszok, hogy hát azért, kedves Tamás, mert a jövedéki adóból sokkal nehezebb lopni, mint ezekből a nyakatekert ilyen-olyan trükközésekből. Meg ezt mondta még az ismerősöm, hogy de most ő így is úgy is megvette volna. Mondom, várjál, nem azzal van a baj, hogy a fizetős autópálya megy a rendszerben olcsóbb, az tök jó, hanem hogy egy elkerülő körgyűrű, aminek a forgalmat el kéne vezetni a városból, fizetős. Az autópálya bevezető szakasza a körgyűrűtől Budapestig fizetős. Na ez itt a nagy baj. Nem a megye rendszer. Az még akár jó is lehetne. De dühöntem egy sort rajta. Mert nálunk, miután én szegedi vagyok, és egy büdös kommunista város vagyunk, nem szegedi vagy, nem szegedi Dóci, a Dóci génius, de hát ugye én szegedi születési vagyok, meg ott is éltem egy 25-6 évet, tehát azért még mindig szegedinek vallom valamilyen szinten magam. Nálunk sose volt ingyenes az elkerülő, tehát mi mindig voltunk olyan hülyék, hogy fideszes testület fölé MSZP-s polgármestert választottunk. Most az egyszer a testületet is sikerült összehangolni a polgármesterre, de nem bírtuk kiharcolni, hogy ingyenes legyen a Szegedet elkerülő autópálya szakasz. Ez így van, aki görbe úton jár, az fizessen érte. Az fizessen, így van. Szilveszter? Jaj, de... Igen? Szilveszter, hol telt, hogy telt?
Vagy ti is dolgoztatok, mint én? A Nem. szilveszterkor én kúra messzire voltam, elmentem influenzába. Az egy És mi lett az egzotikus idő? helynek hangzik. Kell oda vízum. Nem, Hát meghívásos alapon megy és ingyenes. így van, és hirtelen jön, és lassan megy, rohadjon meg. Skype-on nem terjed, Ja. ugye? Nem tudjuk még, nem tudjuk. Vaj, Ajaj. orrot fújtam lenémított mikrofonnal. Skype-on nem terjed. Ajaj. Facebookon lehet, hogy már azért jobban át tudom én ezt adni nektek, de Skype-on nem Ott csak terjed. a hülyeség terjed. Ne is mondjátok. Tehát, lehet, hogy ettől kaptam influenzát, hogy gennyesre röhögtem magam. Ami nekem nagyon tetszett egyébként, találtam egy új csoportot. Ezt szerintem majd rakjuk be azért. Ez a Vapor Kommandó nevezetű csoport, ahol mindenféle prominens személyek szerepelnek ott. Ahogy néztem az adminisztrátorokat, például ott van Troppauer Hümér, ott van Stavro Blofeld, illetve Fülig Jimmy, mindegyik érdemes arra, hogy rákeressen az ember a Facebookot akartam mondani, ilyen hülyét, Facebook, nem a Facebookon keresgetünk, keresünk az interneten, Wikipédián, vagy olvassunk el egy jó rejtőkönyvet, és akkor megtudjuk, hogy kik ők. Szóval kicsit erősebb hangvételt engednek meg ott az emberek maguknak, viszont szerintem azért néha kell, hogy ütköztessük az álláspontokat, mint a CERN-ben a hadront. Kíváncsi leszek, hogy ez mivé forja ki magát, vagy ez is a fogyatékosok gyűjtőhelye lesz. Egyelőre még úgy láttam, hogy viszonylag normális kommunikáció zajlik, majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Szerintem, ahogy néztem, miután a szem tagjai vagyunk ennek a csoportnak mi is, Én nem. nem, te nem, Én nem. azonnal pótoljad. Gyakorlatilag a csoport egyik célja az, hogy humorosan, félig meddig komolyan próbálja meg az ilyen agyament tekerőket visszaterelni a normális útra. Azt hittem azt mondod, a normális ellenállás tartományba. Hát kvázi igen, tehát bizonyos, azt nem értem én ebbe az egész cloud chaser dologba, hogy egy bizonyos idő után ennek már se íze, se bűze, viszont írdatlan gőze van, és nem hiszem, hogy önmagában a látvány, akkor vegyél baszki egy füstgépet, ezt álljál oda elébe, hogyha neked ez örömet okoz, de szerintem annak is sokkal jobb gőze van, mint némelyik ilyen agyamenttekerésnek. Nem beszélve arról, hogy a látvány miatt óriási divatot teremt, és nagyon-nagyon rossz szokásokat alakít ki. Éppen azon gondolkoztam, hogy mi meddig mennék el, mert ez is olyan szerintem, mint a drog, hogy az ízeket nem tudod már hova fokozni. Mindjárt erre is kitérek, mert ez is egy érdekes dolog. De sosem mondom el, hogy volt szilveszterkor. úgy, Mondjad akkor fel, tudod hova mit? fokoztad, hova Tudod fokoztad. mit? Most mondd el, és utána folytatom akkor. Csak közbe akartam szólni, annyira nem volt érdekes. Főztünk, jöttek át emberek, akik aztán mentek tovább szilveszterezni, mert maradtunk, és itt hajnalig. A nyugis, csöndes És szilveszter volt. erről jut eszembe. Boldog születésnapot! Köszönöm Ó, szépen. tényleg, és én még verset is írtam neked. Ne. Olvast föl, kérlek. Csádi el fogja felejteni. Nem, olvast föl a verset, addig nem megyünk tovább. Ajaj.
Jaj, amit küldtél Facebookon? Ó, bazd meg, most esett le neki, beszarok. Igen. Azt hittem, egy másikat is írtam. Ez meg kereste a nem létező másik. Nem, a minden nap írok neked verset, cica. Hát persze. Na szóval akkor visszatérhetek az eredeti témához? Hát, hogy nem, Krisztián még nem mondta el a szilveszterkor, mi történt vele. Ja, nem, most mondtam el, gyorsan elhagyottam. Nyugis családi szilveszter volt. Mondjuk nekem is, nyugisan ledolgoztam előtte egy... el is alszom, laza 12 órát. Hazamentem, megnéztem egy pár sorozatot, éjfélkor kocintottam, jól fölkúrtam az agyam, hogy ez a magyar televízió egy kalap fos, mert semmi használható, értékelhető műsor nincs ezeken a celebeket egybegyűjtős műsorokon kívül. Tehát sorozat, kocintás, talán még vizslit se ettem, és utána valamikor 2:30 körül ágydőlés, majd kelés, mert hogy elsőjén is megünnepeltem egy gyors éjszakai turnéval, és ma 9-től egyik sikerült aludnom, úgyhogy ma sem vagyok a toppon. Na én mindegy. Szerintem mindannyian le vagyunk egy kicsit lassúva. Ja tényleg, én éjfél után gyorsan hegedültem még egyet, hogy zenével kezdjem az évet, és ez nyomja rá a bélyegét a 2015-es évre, úgyhogy dörzsölöm előre a kezemet, hogy milyen remek zenével. El nem merem neked mondani, hogy én mit csináltam direkt évfél után. Tekertem, hogy egész évben jókat tekerjek. Én azt előtte, még évfél előtt gyorsan tekertem egyet, hogy az új évet nekoszos kazánnal fogadjam. Csak jó hatással vagyunk mi ketten rád. Elkezdett pucolni a módjaidat. Ő, abszolút, villog minden. Na szóval, hogy visszatérjek erre a Cloud Chaser dologhoz, mindenki, illetve, na, szóval az íz, ugye, azt vadászod, aztán az már nem lesz jobb. És akkor hol lehet még fejlődni? Na, legyen több a gőz. És hozzászoksz, és utána, ha nekem is van olyan, hogy most a GT2 után visszaállok a GT1-re, abból tettem egy ilyen teljesen extrém, 1,20 akárhány századómos ellenállást, és nem microcoil, és azzal kóstolgatok. Most mindenféle érdekes ízeket, majd lesz róla szerintem review is, és hiányolja az ember olyankor a gőzt. Amit egy idő után megszoksz megint, hogy megint kevesebb van, de én ilyenkor mindig ránézek a cigarettás kollégákra, hogy azoknak se jön ki. Tehát ott nem hiányolt az ember a nagy füstöket? Nem. Nem, mert a nem. kellett csak. Így van. Pláne hozzáteszük, hogy annak a nagy része az ugye propilenglikol. Igen. És nem füst. És aztán azt hiszik, hogy ettől jobb lesz, és én is szeretek nagy gőzöket eregetni, de most például én úgy döntöttem, hogy az a gőz, amit mondjuk egy GT2-es, és még itt nem is jött meg Dudától az upgrade-elt belső palástom, és így is szerintem betyár, hát a videóját, ha néztétek, akkor láthattátok, hogy milyen gőze van. 1,3 ohmon vagyok most 17 watton, és tökre pont fasza. Úgyhogy én az én virtuális ködképzési mennyiségemet erre belőttem, tehát hosszú távon ennél nagyobb gőzt nem kívánok eregetni, és pont jó lesz ez így is. Hát én meg lementem kezdőbe. Képzeljétek el, tehát a Motko ugye megleptem magamat egy 5-10-es cigi formájú készülékkel, így van. Most meg megleptem magam egy, nem fogjátok elhinni, egy Aspire Ego BDC Patron szívuk. Az nagyon jó egyébként. Nagyon jó, gyerekek. Én is ezekkel tesztelgettem ezeket a kis ego készleteket. Nagyon jó. Tök jó gőze nagyon van. Jó. Teljesen rendben van a gőze. Hát mondjuk az íz az nyilván nem a GSE. Abszolút gondozásmentes.
Bekoszolódik, 3 hét, kidobod a picsába, teszed bele a másikat, szebb jövő. Ennyi, mindezt egy ice stick-en szívogatom. Nagyon kis rejtő cucc így a kettő együtt. Annyira kellemes, hogy itt a GS-sel fölváltva használgatom, nézegetem a különbséget az ízekbe. Hihetetlen, tehát eddig ugye az alsó fűtőszálas, melyik volt ez az olcsó kazán, az az 1000 forintos alsó fűtőszálas, üvegszálas kazán, amit ajánlottunk. Ahelyett ez sokkal-sokkal stabilabb, biztosabb, nem folyik, nem csöpög, teljesen jó. Úgyhogy... De jó is, hogy ezt mondtad, mert én egy picit mindig el vagyok azon keseredve egyébként, hogy amikor valaki azt írja le a Facebookon, hogy van egy ilyen szettje, mondjuk, mint amit te mondtál, és semmi baj nincs vele, de azt mondja, hogy íz, tökéletes, gőz, rendben, ennél jobb neki úgyse lesz. Nem, lesz, van jobb, csak... Mindig, mikor az ember használja az aktuális cuccát, úgy gondolja, azt hiszi, hogy annál jobb nem lesz a büdös életben, de van. Tehát nekem is volt ismerősöm, aki szegényként vagy 3-4 hétig szívta vattástekerést, ne tudjátok meg, hogy milyen koxréteg volt rajta, vagy mikor az... Mondtam neki, hogy tekerd újra, akkor a lendület meg volt, csak utána nem tudta megtekerni, és akkor előkapott egy ilyen BDC novátót, és azt szívta sokáig, aztán följött egy 2 hónap múlva, megtekertem neki a GT-t, és beleszívott, hát ezt nem hiszem el, megint azok az ízek, igen, tehát azért mindig van följebb, a mostaninál is biztos, hogy mindig lesz följebb. Pláne, ha visszalépsz menet közben. És ugye ez azért is jó, mert egyrészt, ha ízesebb kazánokat vesz az ember, és mondjuk túlzottan sok neki az íz, akkor lehet spórolni például az aromázással. Ez így van, és nem kell túl aromázni a cuccokat, de minden esetre én ezt mindenkinek ajánlom, hogy így a tűzoltó, ahol a tűzoltó kalapács szokott lenni, ilyen betörhető ablakú kis fadobozba rakjon be egy ilyen kazánt, hogyha minden elromlik, akkor legyen mihez nyúlnia. Emlékeztek, mikor nekem volt az, hogy a melóhelyen lemerítettem? Igen. Na, most azért ott benn van már egy aksitöltő, illetve egy ilyen worst case szenárió jelleggel bent van egy ilyen Helix típusú cucc is, hogy ha minden kötél szakad, és cigány gyerekek potyognak az égből, akkor azt még meg tudom kaparintani, és azt tudom használni. Szerintem jó ilyen esetekre a dolog egyébként. És van neki ez a kis kartomájzeres súrogása. Hallod? Jó. Old school. Old school. Imádom. Nagyon jó cucc. Én értetlenkedek egy kicsit, tehát így a rendelkezésetekre álló mod arzenál mellett hova akarjátok még bebiztosítani magatokat? Tehát mi fog elromlani a sok közül az egyik mehomodon például? Hát mit tudom is én? Bármi. Van, aki volt olyan, amikor úgy mentem nyaralni, tudod, egy ilyen kis lezárós tasakban volt kis vatta, kis tekerés, kis csipesz, kis csavarhúzó, kis anyám kínja. Aztán most úgy döntöttem, hogy szerintem ez egyszerűbb így, mint bármi mással szenvedni. Úgyhogy azért tettem azt ott be, enni nem kér igazából. Hát jó. Persze, hát hogyha az ember szarja a pénzt, akkor azt is lehet, hogy mit tudom is én, legyen bent is egy módja, de nem feltétlen a felé haladunk most. Én naivan azt gondolnám, hogy elég, ha van benne egy akkutöltőd. Hát, ja, csak így érted, mivel, hogyha... De ugye túl biztosítjátok ezt a dolgot.
Hát Nem nem tudom, én is tudom. négy akúval szoktam rohangászni a táskába. Nekem az a mindig az a bajom, hogy utána egy elkezdem töltögetni, és akkor mondom, olyan rég láttam lilát. Tudjátok, az a gagyi, ami 35A van ráírva. Hogy olyan rég láttam már lilát, hol van, és akkor ugye elkezd idegesíteni, hogy hol van, és akkor találtam már meg olyan táskámban, ami már nem volt nálam hónapok óta, hogy ó, itt van még egy aksi. Ezeket akarom elkerülni. Mit akarok nektek mondani, kacok, hogy témát is váltsunk, mert ugye, már ha válthatunk, megengeditek. Hozzájárulhat. És aztán majd jön egy nagy kézifékes forduló vissza a Nautilus helyett a... Fú, mi ez a szabóm? Nem, erről már beszéltünk, akkor nem kanyarodok vissza. Jó. A közvéleménykutatás 31-én lezártam, illetve hát It's my fault, elsején délután, de hát az már nem mérvadó 2-3 kitöltés, akkor mondanám a végleges állást. Az első űrlapra 844-en adtak választ. A második űrlapra is egész sokan 644-en. Nem rossz szerintem. Ez a 44 már kezd gyanús lenni. Van, akinél mindennek 42 a vége. Igen? Most azt nézem, hogy megvan-e ez veletek osztva, de mindjárt megosztom veletek. Pif. Kó. Igen, megtekintheti. A másik pedig a Fifika. Igen, megtekintheti. Nézzétek meg a... Micsoda? Nem úgy van az e-mail címet, hogy pifko.christian? Christian.pifko? Igen. Akkor ezt javítom. Kriszti... Aha, meg is vagy. Ó, és ott a képed is a Kingával, remélem, mert nagyon kicsi a kép. Na, csekkoljátok. Én közben néztem itt... Telefonon a... vagyok, nem tudom ja? csekkolni, hogy hiszek neked. Ó. Akkor... Bedobtad valahova linket? Nem, meghívót küldtem róla, az e-mail címedre kellett, hogy menjen. Hát, barátom, ide megjött. Ja. Megjött, és akkor ebből egy kattintásból tudok valahogy csinálni. Igen, azt nézem, mert persze csak pont most nem látom, hogy ugrás az aktuális űrlapra talán. Nem, hanem van egy olyan, hogy nem. Válaszok összegzésének megjelenítése az űrlapfül alatt. És amíg te ezt megkattintod, addig én elkezdem mondani azért. Tehát a demográfiai adatokat, ha tekintjük, akkor a férfiak túlnyomó többségben töltötték ki, majdnem 90%, és tömörültünk a 25 és az 54 év életkor közé, az volt 30, 60, 70, majdnem 80%. Lakhely szerint inkább Közép-Magyarország és főváros, és a nikotin kérdés is érdekes, ugye itt kérdeztük a számodra elég erős a 20 mg per milliliter, itt sokan meg is elégedtek ezzel, és ami egy érdekes válasz volt még, az a ugye ott van a szabadszavas egyéb észrevételek a kérdéskörhöz, és hogy én úgy gondoltam, hogy többen fognak gyümölcsös szívni, de nem. A dohányos nyert végül is, az lett a befutó 40%-kal. Én azt sejtettem egyébként, hogy az lesz. Bárha összeadjuk a többi, tehát a gyümölcsös desszert fantázia, azért az úgy már többségben van. Illetve az, hogy látszik, hogy
43% a kitöltőknek vállalkozókedvű és saját magának keveri, és amit még néztem, hogy durván a nagy átlagnak ilyen 20 és 50 milli között van a heti likvid fogyasztása. És pozitív, hogy rengetegen 42%-uk hazai gyártmányú utántöltőt fogyaszt, illetve használ. A másik űrlap, ahogy néztem, mit mondtam az előbb? Űrlap per fül. Válaszok összegzésének megjelenítése. Az a baj, hogy azt nekünk vagy nincs engedélyező, vagy kurvára nem találom. Uh-huh. Az nem látszik neked az a fül? Nem. Megnézem, akkor várjál a megosztásokat. Akkor csak olvasásra osztottam. Azt csináljuk, hogy szerkesztésre. Meg a másikat is, és elmentettem. Most akkor frissíts rá, én pedig közben nézem. Tehát ott pedig az látszik, hogy nagyjából, és amit te is mondtál, a cigi forma, azért nem kevés, mert ezek vagy az öreg motorosok, vagy ennyire sokan kezdték el használni a cigi formával, majdnem 30%. Az rengeteg szerintem. És az ego méret nyert utána, és szerintem az egy jó belépő szint 63%-kal. És az is látszik, hogy a következő jobbulást. Bocsánat. Jobbulást, hogy ugye direkt föltettünk egy kérdést, hogy most milyen eszköz használsz, és ott látszik, hogy a meha és a VV felé tolódott el ez az egész, és a jelenlegi eszköznél már csak 25% az ego méret, tehát a többi az tovább lépett. Érdekes az ellenállás. Érdekes. Ellenállás, nézem. Tehát ez a másfél-két óma a jellemző, illetve a nagy többség az 1 és 2 ohm között. Igen, úgy 1 és 2 ohm, de azt nézem, hogy 2-2,5 között is van. Még agyament az 1%, tehát az ilyen hiba határ gyakorlatilag, de azért van 7 Darwin díjra jelölt válaszadó. Ott a következőnél ott volt egy apró félreértés, mert valaki azt hitte, hogy ő hány menetet teker, és az ja. Volt egy kis félreértés, aztán utána az gyorsan korrigáltam, és leírtam, hogy az nem úgy van, és az is látszik szépen, hogy egy-két tekerés azért a nagy többségnek bőven elég. És hogy nagyon fontos mindenkinek, amit az előbb is mondtunk, az íz, a gőz, és a TH-nál olyan fura, hogy a közepestől a nagyon fontosig ment a dolog, és az is látszik, hogy én úgy gondoltam egyébként, hogy többen használnak egyensúlylevest. És itt azt látom, hogy 70 végé, 30 végé, 44%. Hát igen, de utána 36 az egyensúly. Megtaláltam egyébként itt, amit az előbb mondtál, a 0,3 óm alatt 7 ember. Úgy érzem, hogy ő abból a 7-ből 3 x-elte be a 100% végét. Bocsánat, 22, az nem kevés. Olvastam, és itt van 100% PG is. És az is látszik, hogy nincs feltüntetve a csomagoláson rengeteg, nem rengeteg, 19 ember azt mondta, hogy nem látja a csomagoláson. És igen, én ezt sokszor hiányolom is. És a legszomorúbb, az a legeslegutolsó kérdésre a válasz. Ha az új szabályozás betiltja a kedvenc eszközeidet, kénytelen leszek feketén beszerezni azokat, a válaszolók 94%-a. De ez adja magát, igen. De azt mondom, ez a kisebbik rossz, mert ugye van itt a gyatrább készülékre váltás 2%. Igen, épp azt akartam mondani, hogy nem igazán hagytál nekik menekülési útvonalat. Hát de
Most mit tudtál volna választani még? Tehát vagy rosszabb Kimegyek eszköz? a parlament elé likviddel, lelocsolom magam és felgyújtom. Gondolom erre is lett volna. Úgyhogy ez számomra nagyon érdekes és tanulságos. Az az igazság, hogy az egyesnél a szabadszavas részt azt nem tudtam még átfutni, de szerintem azért ott majd gyomláljál, mert van ott a Buzie, vagy van ott Rácz Bélát elnöknek, úgyhogy nem biztos, hogy ezt így olvasás nélkül le kéne dobni az államtitkárság asztalára. De lehet valóban... Nyilván kapni fog egy kis kozmetikát. Az csak a szabadszavas rész. És ezt ki is fogjuk majd tenni. Valami PDF-et hamarost generálok belőle, és akkor föltesszük valamelyik soron következő podcast. Tehát ez az elégséges a számodra a nikotin tartalom 20 mg per milliliteres felső korlátja, ez ugye 94%. Az a maradék 6%-ot megkérdezném, hogy mondjuk ilyen 24-es levessel mit csináltak? Nem, nem. Tudod, ők a 100%-os 18-as, párologtatók. 18-as levest a nyelvemre cseppentem, és úgy csuklok tőle, mint az erős paprikától, érted? Hát nem értem. Miből van a torkunk kályhozománc, vagy fogalmam nincs. Én 24-es kezdtem, és el tudom képzelni, hogy valaki megmarad a mellett. Tehát, nem. Én nem. Mint a, mindannyian mást keresünk a képződő gőzben, úgyhogy simán lehet, hogy vannak néhányan, akik pont azt keresik, azt a... Vagy elmondom, hogy mi lehet még, ahogy az előbb beszéltünk, hogy ennél jobb ízű kazán nem lehet. Ha van egy szarkazánod, akkor az lehet, hát most a szarkazánt erősen idézőjelesen mondom, de ha van mondjuk egy akármilyen integrált kazánod, nem valószínű, hogy olyan torokhatást el tudsz vele érni, mint egy saját újra építhető kazánnal, és lehet, hogy ezért kell neki erősebb. Úgyhogy ez is érdekes volt. Kíváncsi leszek, hogy ki mit tud még kiolvasni belőle. És megengeditek, hogy most itt csapongunk, és igazából már megint olyan szabadszavas ez az adás, mint az utolsó 2 héttel ezelőtti volt, de ott volt egy ilyen hevenyészeti játékra való felhívás, és eldöntöttük, hogy majd mi hárman jól megköpködjük a dolgot, és itt nem sorsolunk, hanem élve az állam által ránk ruházott hatalommal, mi fogjuk megmondani, hogy ki nyerte meg a vape bandet, és akkor Fifika, hirdest ki a győztest, kérlek. Egyező véleményünk alapján, amit magunkra erőltettünk hosszú és fontos tanácskozás után, legnagyobb rajongónknak, Lackó Attilának ítéljük oda a V-bendet. Hallod, én most láttam magam előtt, hogy Claire, én az Andor így, basszátok meg, és kikapcsolja. Ezeket se aggatom többet. Mindenki, asszony, letörölni a Winchesterről az összes előző adást. Igen. Viszont azt gondolom, hogy Andor barátunknak csak járna egyfajta vigaszdíj a rólunk készült karácsonyi videója kapcsán. Úgyhogy beszéltem a Liquid Garden nevű romániai céggel, és 100 millió által a választott Liquid várja, hogy jelentkezzem majd érte. Micsoda fájdalom, Díj. Egyébként tegyük hozzá, hogy Attila az a hallgatónk, akinek a 2 óra is kevés. Akinek a 2 óra is kevés hetente, tehát ő szeretné, hogyha minden nap lenne egy-egy óra minimum. Ő az, aki folyamatosan lebasz minket, hogy csak 1 óra 30 perc,
és hogyha letudta az összes adást, akkor elkezdi az egészet előről. Lehet, hogy a hangunk miatt, nem tudom. Andornak viszont a... Igen, ezt majd az olvasói kérdésekben, nem is itt, mert majd ott. Lehet, hogy kellene kezdenünk egy ilyen webkamerás Vapor Reality show-t. Közvetítés napi 24 órában. Multikem természetesen, tehát kit szeretnél nézni. És, igen, és igen, akkor... És de akkor... előfizetős csatorna lesz, azt most mondom. Tehát. Hát csak. Bemegyünk a Live Jasmine alá. Én a Brazzer alá gondoltam magunkat, de... Én nem. Elhatárolódunk tőled. Milyen volna egy Brazzer Live Cam, tudod, így nagy mellő, nagy seggű, nem tudom, ez, és akkor a legvégén ott van egy véperek. Fifika gőzöl. Én kérek elnézést. Na, mi a következő? Figyelj, szerintem Lackó Attilának most be van fogva a szája a vében, de úgyhogy itt hagyjuk abba. Ez az adás 41 perc volt. Sziasztok! Köszönjük! Egyébként is jön a pulyka, mennem kell. Csak vicceltünk. Szóval akkor a webbendet Lackó úrnak fogom elpostázni. Még kérem, hogy a posta költség 5000 forintot legyen szíves átutalni a számlámra, majd privátban keressen meg. Persze csak viccelt a Charlie, úgyhogy... Próbáltam volna, hogy hát ha bevállalja, ezért a 15 perc hírnévért, de mindegy, valahogy majd eljutatom hozzá. Mert attól függetlenül, hogy rajongó, még sosem volt találkozom például, úgyhogy el lehet majd most már civálni, hogy majd ott átvegye. Én szerintem az Attilával én már találkoztam. Nem, biztos, hogy nem, sose volt még sehol. Lehet, hogy nincs is, lehet, hogy ő a poncsó. Azt akkor nagyon megszívtuk most. Na mindegy, nem érdekes. Vagy valahol most már elrángatjuk. De ha már a vicces történeteknél tartunk, találtam én egy gyönyörűséges gyöngyszemet. Mindig ugrálsz a show notes-ba, hogy nem tudom, hogy gyönyörűséges gyöngyszem, a hülyeségek, és akkor a show notes-ba. Számok az USA-ból. Vagy az a mújó? Igen. Mondom, melyik hülyeség, és így USA, nevetséges cigaretta, dugás, mi van? Flash mob. Oh, jaj, még a székem is szétesik. Na, akkor ilyen. Menjünk sorba. Jó. Flash mob, az is nevetséges. Tiszta nevetség. Ezt kiraktam. Én voltam. Tavaly január 11-én, ha emlékeztek rá, kis létszámban azért felvonultunk a Európa szerte a kék szalagos vaper demonstráció. Volt ugye tavaly január 11-én, és most a francia vaper társaink ismét hasonlót szervezkednek, és fölkértek mindenkit, hogy Európa szerte ismét demonstráljon, jöjjenek össze. Alapvetően a felkérés lényege az az, hogy kinn a szabadba mutassuk meg lehetőség szerint minél többen, hogy mennyire boldogak vagyunk a kis eszközeinkkel. És, január, és, ugye? Igen, most lesz január 11-én. Igen, ha mennyire jól tudom, az egy vasárnap. Igen, vasárnap. Nem azon, majd olvassatok bele majd a Pantheonba Nagy Mátyás jó, rendben. Kommentjét. Szóval azt kérik francia vapertársaink, hogy január 11-én van ennek egyébként csoportja és eseménye is a Facebookon, majd megosztjuk a linket, hogy minél többen berüljünk össze a szabadba, és mutassuk meg az egész világnak, hogy nagyon boldogan elektromos cigarettázunk mi, és erről küldjünk nekik sok-sok fotót. Úgyhogy nem tudom, hogy ki mit akar szervezgetni, majd azért az elkövetkezendő napokban a fővárosba agyalunk valami csoportosabb összejövetelt, ahol megint összefelelődhetünk. Szegeden is megcsináltuk annak idején, ezt szerintem minden kerekasztal
Igen, társaság a emlékszem, hogy volt Pécsi, ugye saját úgy. környezetében meg tudja tenni. Mi azt hiszem egy sétát rendeztünk a Szeged sétáló utcáján, a Kárász utcán, és utána betértünk egy pohár forralt borra, mert az ugye ilyenkor jól esik. Igen. Körúton sétálgattunk, és hasonlóképpen fejeztük be. Úgyhogy ez lesz most is, majd akkor a kerekasztalok szervezgethetnének egy ilyen kis összerűfenést, és aztán a megfelelő Facebook csoportban, amit majd megosztunk, az eseményeken készült képeket küldjük vissza a francia vapereknek, és akkor ők ezt majd is szépen összesítik. Oké. A kis kacajom tárgya, légy szíves, menjetek be a Leszaruászok Panteonja című csoportba. Láttam. Nagy Matyit? A 30 mm-es. Rendeltem egy 30 mm-es Orchid Atomizert. Szerintetek ez lesz a kedvencem? 6 mg-szel nem lesz túl strong a throat hit. Erre ráfűzött Andor, azaz Clairvoy, a szar annál természetesebb kell. Természetesen itt már a 100% csokítós vattáról beszél. Jaj, Istenem. Ez annyira kész. Nincs sokító vatta, csak 100%-os a anyámat. És akkor itt majd egy kis tízert beköpnék ide az éterbe, mert elkaptam egy videót. Menet közben? Nem menet közben. Boris, egy kedves orosz Vaper társam készített egy videót, annak a feliratozását még gyorsan megcsinálom, és közkincsé fogom tenni. Ezt úgy érzem, hogy az e-cigitesztek YouTube csatorna érdemes, úgyhogy hamarost az is fölkerül. Hiába a nemzetközi kapcsolatok ilyenek már csak. Hát én nem mertem nemet mondani Boris kérésére. Én sem mondtam volna. Ami mégis csak egy orosz. Ha leveszi azt a napszemüveget, véged van. Úgyhogy lesznek még itt betyár dolgok január elején. Rámegyek a sónocra, és megint mújó, hova ugrál? A hét hülye dugása. De nagyon akarod azt, akkor mondjad. Nem, én nyomkodom a fölle billentyűt. Ja, hogy a képernyődön ne sötétedjen el. Nem, szeretem, ahogy mozog. Én kérek elnézést. Kis kék téglalap mászkál. Csináljuk azt, hogy az összes többi témát, amit most nem olvastunk föl, azt kidobom a kukába, és rámegyünk az olvasói kérdésekre, mert szerintem itt már vannak több hetes témák is, amit még akarunk, azt akkor tegyük közkincsé, a többit pedig lapátoljuk. Jó, akkor én, vagy ha valaki a lengyel vonalat be akarja mondani, mondja be, én ezt az USA-sat gyorsan összefoglalnám. Jó, jó. A lengyelt azt mondom, én az USA-sat megmondjam te. Jó, és milyen sorrendet tesszük mindezt? Hát ott mondja te az USA-sat, utána én a lengyelt. Ennyire. Jöjjünk hazafelé. Jó rendben. Megint publikáltak számokat az Egyesült Államokban a 14 és 18 év közöttiek elektromos cigaretta használati szokásairól, és ugye szokás szerint kombatják a vízharangot sokfelé, hogy rengeteg fiatalkorú e-cigarettázik. És ez egyébként ki is derült a számokból, hogy valóban nő a 14-18 év közöttiek e-cigaretta használata, csak a hír másik oldalát felejtik el hozzátenni, hogy ezzel szemben ugyanezek a számok azt mutatják, hogy drasztikusan esik a cigaretta használók száma. Úgyhogy igazándiból ez a rövid kis hír arról szól az USA-ból, engem az volt meg a legjobban benne, hogy már a New York Times tudományos tudósítója is szedi le a keresztvizet
Glantz professzorról, és emeli ki, hogy egyáltalán a hivatalos számok egyáltalán nem azt támasztják alá, hogy az elektromos cigaretta az kapu a dohányzáshoz, és a dohányzás normalizálja, hogyha valamit alátámasztanak, akkor egyre inkább az látszik, hogy kezd az olló két szára távolodni egymástól, és ahogy nő az elektromos cigarettát használók száma, akár a kiskorúak körében is, olyan brutális szinten csökken mellette a cigaretta fogyasztók száma, hogy egyáltalán nem azt igazolják ezek a számok, amit az elektromos cigaretta ellenzői el szeretnének kitetni a nagy közönségre, hanem nagyon is úgy tűnik ez, hogy segít az egyébként a dohánymorkába vergődő emberkéknek, hogy abba hagyják ezt az egészet. Úgyhogy engem ez a fele fogott meg, rengeteg számban meg lehet nézni a pontos adatokat. Minden esetre szerintem nagyon jó, hogy már ilyen nívósabb médiumok is elkezdik emelgetni a szemüldöküket, hogy miről beszélnek ezek. Szóval így. Tadám! Tadám! Ugye a lengyel hír az az, hogy Lengyelországban az egyik legnagyobb forgalmazó, ő az e-Smoking World néven forgalmaz saját márkás és nem saját márkás termékeket is, illetve hát egy azt hiszem saját likvidgyárral is rendelkező forgalmazóról beszélünk, aki fél Európát egyébként teríti a termékeivel. Na, ők berágtak egy picit az AFP hírügynökségre. November 7-én az AFP kiadott egy sajtóközleményt, amelynek az a címe, hogy az e-cigaretta 10-szer nagyobb rákkeltő hatású, mint a hagyományos. És hát ezt ugye nyilvánvalóan a karácsonyi vásárlási szezon előtt kellett nekik megjelentetni. És bocsánat, közben szó, ez az ominózus japán. És ez egy évvel ezelőtti az ominózus japán vizsgálatra támaszkodik, tehát semmilyen összefüggést nem látok, sem a hír frissessége, sem a tartalma, sem egyéb dolgai mögött. És a japánok egyébként keményen egy vegyületre léptek rá, ez volt a formaldehid, ami még mindig nem tudjuk, hogy kinek a likvidjébe, milyen koncentrációba, stb. Stb. Bár itt a tanulmányok azt támasztják alá, hogy még a japán tanulmányban is kevesebb volt az e-cigarettában a formaldehid milligramra lebontva az aeroszolban, mint a napi cigaretta adagban lévő. De itt a jó hír szerintem az, hogy egyáltalán most már forgalmazók kezdenek a hülye hírek ellen harcolni. Ez csak így lehet, hogyha egyesével levadásszák ezeket a hírforrásokat, és bíróságra citálják őket. Ennyi. A hírforrásokról jutott még eszembe, hogy vagy ennyire tudatformálók vagyunk, vagy ennyire jól kitaláltuk, hogy nem kell nekünk a múlt heti adás, mert itt nekem a vapingre van beállítva értesítő a Google-ben, és 23-a után tegnap volt az első, tehát mindenki elment jóféle karácsony és szilveszteri ünnepet megünnepelni, és vagy téli álmot aludni, tehát nem maradt le senki semmilyen extra hírről a vépelés világában. A szél se fújt. Igen, csak a gőzök az jöttek. Az nem, meg a mínuszok. Meg a mínuszok. Sőt, meg úgy, ahogy hallom, nálad már ónós eső van? Igen. Fuck igen. Yeah. Fuck yeah. Hát, és Csári, a kék téglalapon kerülgeti a bordó téglalapodat. Hát ezt nem hiszem el. Zseniális. Atya úr. Ebből valami játék lesz. Ez anim gifet akartam volna csinálni belőle. Baszki. Hiánypótló. Ebből valami játék lesz. Menjünk rá akkor az olvasói kérdésekre? Menjünk, kérlek. All right. Akkor doppergés, és ugye ez a bújtatott nyereményjátékos kérdéscsoport volt.
most ezt nem gyűjtöttem ki, ezt Nekem olvas. ez a fület tök üres. Igen, azt akartam mondani, csak megint közbevágtál dramaturgiailag, hogy ezt most én a párásítónak a Facebook oldaláról olvasnám. Tegyétek így ti is ezt. Kocsis Tamás kuka, Kempf Tamás, nagyon jó, tessék meghallgatni a podcastet, Ajvé Hozsán a testvér, Néger csávóról a videó mellett található. Hát, vissza kell nézni az előző egy-két egészségedre. Az egy-két adásmenetet, és megnézni egyébként a YouTube csatornáját. És bocsánat, a Facebookos csoportját, mert azért ott is vannak még vad dolgok. Azt mondja, hogy nem érzékel a telefon, Windows Media Player-en nem foglalkozunk. Kocsis Tamás kérdezte, mostanában van egy-két újabb fajta húzal, SS, G-plat, titán, mennyivel tudnak más nyújtani, mint egy sima kantál? Annyit tudunk Blackinek köszönhetően, hogy az SS magasabb ellenálláson jobban izzik, mint egy alacsony kantál. Pongyol a megfogalmazás, olyan nincs, hogy alacsony kantál. A G-platet azt rögtön húzzuk ki a listáról, mert az egy marketing bullshit volt, tízszeres. Az melyik volt? Charmian? Hát ez a tízszeres áron árult 317L fedő nevű sima acélhúzal. A számát azt tudjuk pontosan? 317L. 317. Tehát, hogyha valaki eBay-en rákeres így, akkor meglátja, hogy mennyit kap azért a 22 dollárért, amennyiért ők adták. Egyébként az 317L valóban gyorsabban ízzik. A titánt azt én próbáltam, és compótól kaptam egy 30-40 centit. Jó pofa, tudod, mint a zsiráf, de annyi pénzt nem adnék érte. Az SS, az pedig én nem tudok nyilatkozni, meg kell kérdezni olyat, aki használt, mert én még nem ugrottam bele ebbe a mainstream vonalba most, hogy most az SS az új medvehagyma, úgyhogy nekem kimaradt, nem tudom, hogy ti már próbáltátok-e. Nekem annyi kantalom van, hogy évek. Nem, nem, ráadásul én a háztartási kisgépjavító szervizellátó boltba járok ezért venni, kantált venni, tehát én a legegyszerűbb mezei kantállal tekerek egyébként. Következő, Szűcs Péter. Vajon a kisebb vagy a nagyobb hőtehetetlenséggel bíró húzalok adnak finomabb gőzt? Máshogy megfogalmazva, vékonyabb vagy vastagabb húzalok teljesítenek jobban PVMS műszereken? PVMS műszert nagyon rég nem használtam, a Z-Max volt az utolsó kobra a kezemben, úgyhogy erről sem nagyon tudok nyilatkozni. Nekem ez már kicsit ilyen, hát nem a fingreszelés, az nem a jó szó rá, hanem ez a, tehát akkora különbség szerintem húzalokban nincs, hogy bárki meg tudja inkább a hogy tekerés miensége, igen, meg a hordozó. Így mondjuk, hogy a minősége inkább, mert az, hogy miből tekersz, szerintem az a legkisebb gond, milyen átmérőre, mit raksz bele, milyen szoros, mennyire szorítja el a kazánpalást, mondjuk egy GT esetében. Szóval ez szerintem sokkal többet számít, mint meg az, hogy kazántér. Mekkora kazántér pontosan. Tehát én azt mondom, hogy jó kis játék ezekkel a húzalokkal kísérletezgetni, aztán ugyanúgy itt porosodik még nálam a Ribbon is, amit ezelőtt 3 évvel vettem, tehát abból se lett semmi, azt még a Genesis-hez használtam. Ennyi. Következő a nyertesünk. Elég nehéz úgy kérdezni, hogy az embernek nincs kérdése, mert az elektromos cigaretta biztonságos üzemeltetéséhez már mindent elsajátított, de a webbenda tét így megpróbálok kérdezni. Fifika,
Egyszer kérdeztem tőled a terhesség kontra elcigi viszonyát. Arra jutottál, hogy nikotin tartalmú e-likvidet ne használjanak a kismamák, de a fő kérdésem, miszerint nullás likvidet szívhatnak-e, nem lett megválaszolva. Tehát szívhatnak-e nullás likvidet az állapotos hölgyek? A PG végének van-e bármilyen káros hatása a magzatra? Szerintem nincs, tehát nyugodtan szívhatnak nullás likvidet. Sőt, nekem több ismerősöm terhesség alatt elcigarettázott, és ugye ezt többször elmeséltem már, hogy ezt mindig úgy tették, hogy lementek a gyerekgyártás fázisában a nullás nikotin szintre, úgyhogy mire teherbe esett, akkorra már nem volt neki gond az, hogy nullás likvidet szívjon. Ez az egyik. A másik az, hogy van ez a kívánós állapot, és nagyon érdekesen megváltozik a vépelő ízlésvilága. Tehát mit tudom én, csak is banánt kívánt szívni. Azt hittem, azt mondod, hogy kovászos uborkát. Nem. Tehát addig csak a RY4 vagy RY3, és akkor egyszer csak jött, hogy hó, kéne neki csak is banánt. Tehát egyébként is visszavesz olyankor az ember, tehát nem ilyen napi 800-nokkal közlekedik. Másrészt meg én azt gondolom, hogy élettanilag nincs káros hatása a PGVG-nek. De természetesen H3 betűméret aláhúzva dölt bold szerintem. Szerintünk. Tehát szerintem. Senki nem igen, perelje majd minket, hogy valami baja történt a magzatának. Ez a mi személyes sokkal, véleményünk. Sokkal többet használ az, hogyha ha mondjuk még ez mellett szed magzatvédő vitamint is a terhesség első pillanatától kezdve. Tehát nem, igen, nem van az a jó. Igen? Mondjad, fejezd be. Ne, az nem akarok én ezzel többet foglalkozni, szerintem ez a józanész mentén haladva. Igen. Ez az én válaszom. Na, ez jó szokás ez, hogyha valaki teherbe esik, akkor nagyjából épp csak azt nem mondják neki, hogy álljon egy szélvédett sötét sarokba, és maradjon ott 9 hónapig, és ne csináljon semmit. Tehát a szokás az, hogy azt mondják, hogy semmiből semmit sehogyan. De alapvetően, ha a nikotint kiveszük a képletből, akkor magában a nullás vépelésbe semmiféle olyan anyagot nem jutott a szervezetébe a kismama, amit a tudomány jelenlegi állása szerint bármire is negatív hatással kéne, hogy legyen, de igen, ez a mi véleményünk. De még egyszer mondom, szedje magzatvédő vitamint, az mindent überel. És ne emeljen nehezet. Igen, a magzatvédő vitamintól meg majd 5,5 kilós gyereket szül. Na, off vége. Hozzám is volt egy kérdése. A kínaiak egyre jobb és jobb ki elektronikákat dobnak ki. Megkérdőjelezem. Szerinted akár egy év múlva is elmondható lesz, hogy érdemes a drága prémium gyártók termékeit venni, mikor már ma is kapható Vamo V6, V7 kiváló elektronikával? Vannak jó pofa elektronikák, de most mit szeretnél hallani? Tehát szerintem az, aki ilyen elektronikákat nézeget, az épít ugye egy saját modot, teljesen mindegy, hogy miért, épít egy saját modot, ő viszont körbe fog nézni. Aki meg annyira noob hozzá, hogy csak sodródik az árral, megveszi, valakivel összerakatja, annak teljesen mindegy, hogy mit fognak belerakni, hogy mennyire pontos, mennyire pontatlan. Én azt mondom, hogy igen, vannak olyan kínai elektronikák, amiket nyugodt szívvel használnék én is készülékben, de hát a nagyszámok törvénye alapján, ahol fát vágnak, ott hullik a forgács is. És akkor ez már megint a szerintem rész volt. Mújó, tőled csak egy dolgot szeretne, illetve tudna kérdezni. Átesett már a kuzi az ultrahangos tisztításon? Igen, ez már elhangzott, igen. Mindhármunktól kérdeznék. Egyre nagyobb a sötétség az elektromos cigaretta használók között. Hol lesz ennek a vége? Ki fogja megakadályozni a felhasználókat, hogy ne tegyenek kárt magukban?
Van-e értelme harcolni velük a hülyeség ellen? Melyikünk mondja ki a verdiktet? Szerintem van. Mindenki Igen, hát elmondhatja. akkor különbözőek az álláspontjaink. Mindenki elmondhatja a verdiktet, igen. Én nem tudom az embernek a nevét, aki ilyen 0,0 valamilyen ellenállásokat teker, és már Cloud Chaser versenyt is fog rendezni. Én azt mondom, hogy várja, olvasom közben a kérdést. Van-e értelme harcolni velük a hülyeség ellen? Nincs. Nincs, mert nem lehet nekik megmagyarázni. Sajnos. Ki fogja megakadályozni a felhasználókat, hogy kárt tegyenek magukban? Senki. Illetve a szerencse csak. Azaz fortuna. És ennyi. Részemről. Aztán most ti jöttök. Tehát igen, egyre nagyobb a sötétség, hogyha ezt a Cloud Chaser történetet érintjük, illetve nem is az a baj, hogy Cloud Chaser valaki. Az a baj, hogy nincs tisztában azzal, hogyha meghajt egy ilyen eszközt, egy ekkora teljesítménye, az alá olyan cuccot kell tenni, aminek mondjuk az a minimum, hogy a kapcsoló vesztesége az bőven alatta kell, hogy legyen a tekerésének, mert különben a kapcsoló fog égni. Kettő. Annyi és olyan minőségű és olyan mennyiségű hordozóanyag szükségeltetik ilyenkor, ugye mert nagyon nagy teljesítmények szabadulnak föl, amik ezt féken tudják tartani, illetve amik gőzt képeznek, nem tüzet lángot, nem tudom én, elolvadó kantát fognak a végén eredményezni. Ki fogja megakadályozni őket? Nyilvánvalóan senki. Egyrészt felnőtt emberek vagyunk, én ezt annyiszor és annyi összefüggésben elmondom nap mint nap benne a munkahelyemen is, hogy mi a szart csinálják egy 18 évét betöltött emberrel, akinek önálló döntési képessége van állítólag, és hülyeséget csinál. Hát semmit. Hát az a saját hülyeségét úgy csinálja, ahogy akarja. Nekem nem ezzel van a bajom, nekem azzal van a bajom, hogy ezt még hirdeti is, mint valami igét, mint Mózes a tengert szétválasztja az egész netet, és kiteszi a netre a saját baromságait, és még követőket is toboroz maga mellé. Tehát ez a problémám. Nyilvánvalóan, hogyha valamelyik követőjével valami történik, akkor meg nem fogod rohanni, hogy én voltam, aki rábeszélte. Van-e értelme harcolni velük a hülyeség ellen? Nyilván van értelme, csak a hülyék nem hallgatnak a jó szóra. Ennyi. Én meg többé-kevésbé ugyanezt gondolom, hogy saját maguktól nem tudjuk megvédeni az embereket, küzdeni, viszont bármennyire is széles szembe pisálás hangulata van, meg farhánybors hangulata van ezeknek a pusztába kiáltott szavaknak, ettől függetlenül legalább te nyugodtan alszol, hogy te megtettél mindent, plusz, ugye, ahogy Fifika mondta, toborozzák maguk mögé a szerencsétlen kis követőket, hogyha ott azért találkoznak ellenvéleménnyel, akkor talán van egy-két ember, aki elgondolkodik rajta, hogy akkor lehet, hogy mégsem szentírás, amit ők írnak. És szerintem van értelme megpróbálni leszedni a keresztvizet róla. Igen, csak sokszor az átmegy, tudod, egyfajta faszkardozásba, meg mostanában el szokott lenni a vége, ezért nem is szólok különösebben hozzá ezekbe a csoportokba, bármennyire is bizsereg néha a tenyerem, mert ez lesz a vége, hogy na a hülye öreg bazmeg, maradját el a, nem tudom én, a büdös G-esedni, azt azzal foglalkozzá, hogy te egy gyomon szívogatod, azt ennyi. Mert nem tudod, ez mennyivel jobb, mert nem próbáltad. Igen. Na, hát akkor ez volt a véleményünk. Erről jöhet Várkonyi Andor kérdés dömpingje. Többször láttam hirdetésekben, de nem nagyon értem, mit jelent a készletracionalizálás. Magyarázzátok már el, kérlek. Andor, te ennél sokkal okosabb vagy. Ne add a hülyét. Igen. Egyébként a készletracionalizálás szerintem azt jelenti, hogy az eladó szavaival éljek,
Gizike, ezt elbasztuk, valahogy szabaduljunk meg tőle. Hát ezt is jelentheti, vagy azt is, hogy benn ragadt olyan régebbi típusú eszköze, amit nyilvánvalóan már újabbakra kéne leváltani, ilyenkor kisöprik a régi raktárkészletet, és föltöltik az újja. Én nem tudom, ezen mit nem lehet érteni. Az nem azt jelenti, hogy a szart eladja, az azt jelenti, hogy az egyel korábbi verziót. Az nem készletracionalizálás, amit te mondasz egyébként. Azért, tehát ilyen szempontból Andor kérdése nem hülyeség, a készletracionalizálás témakör, ugye, aki, igen, értem én, Andor, arra gondol, hogy a készlet azért készlet, mert annyit akartál belőle magadénak tudni, akkor mit kell azon még racionalizálni? Hát valamire ráfutottam, amire nem kellett volna, az, mert nem az, viszik. Az készletsöprés, mondjuk, igen. Na, menjünk tovább. Modok karbantartása volt már szó róla, de leragadtatok a vasaknál. Réz modokat, hogyan, mivel, közben itt valaki belepik. Valamint, ha lenne fa modotok, elmondom. Ami sajna nincs. Hát Andor, Andor, sor vagy el, legközelebb, ha találkozunk, ellopom tőled a dzsepidet. De, hogy konstruktívak is legyünk, vörös rész, sárga rész, alapvetően mindegyikről oxid réteget akarunk eltávolítani. A fogkrém, mint ilyen low budget dolog, az nekem mindenen bevált, legyen az réz, vagy bármi más is, de a réznél én nem erőltetem soha a magának a készüléknek a tisztán tartását. Én szeretem, hogyha ilyen vintage a cucc, hogyha patinás. Kívülről patinás, a menetek, illetve az érintkező felületek legyenek tiszták. Arra sajnos nem lehet már itthon kapni szidolt. A Henkel forgalmazta a legvégén, hogyha valaki hozzájut egy butellához, akkor vegye meg nyugodtan, és azzal nagyon szép fényesre lehet. Régen azokkal tisztították a részkilincseket és egyéb hasonló dolgokat. Úgyhogy arra jó. A fához, bár nincsen Andor, hangsúlyozzuk ki, semmelyikünknek nincsen, mi halandók hozzád képest. Én sokszor néztem, és ez meglepő dolog egyébként, majdnem azt mondom, hogy vágódeszkás topikba, de nem. Vannak ilyen kis orosz manufaktúrák is, és valami kurva jó kézzel készített kisszériás vágódeszkákat készítenek, és ott a végén, ahogy tartósítják gyakorlatilag a fát. Na, az példaértékű. Én azt mondom, hogy ott is látszik egyébként, de hogyha bemész az IKEA-ba, és ott van ugyanilyen, talán 3 decis, 4 decis ilyen terpentines, olajos fa kezelő anyag, azzal nyugodtan neki lehet esni a fának, és karbantartani. Szerintem meg fogom keresni én azt a videót, és azt fogom berakni majd az érdekesbe a bejegyzés végén. Azt mondom, hogy valamilyen olaj alapúval kell a végén finiselni a fát, természetesen nem úgy, hogy tocsogjon az olajban, hanem csak, hogy a pórusai szívja föl, és az nem olyan olaj alapú, mint a gépzsír, hanem egy sokkal szebb, sejmesebb textúrát kap tőle a fa, és kihozza az erezetet, a mintát, a színeket, szerintem. De javítsatok ki, ha nem. Vagy kolbászsír. Így van. Én az meg is akkor a színe is kurva jó lesz. Andornak a ráspolyt ajánlatnám, mint a famodok nagy barátját. Rettentően jó tudja rendbe tenni, utána sima gyertyaviasszal áttörögeted, ennyi. Nem csúszik ki a kezedből, teljesen jó. Még egy felvetése van, Vaper barát vendéglátóhelyek felmatricázása. Hát ez egyébként majd örökre lerágott csont marad. Én 7 helyen próbáltam, volt még egy jó pár ember, aki próbálkozott ilyen akciókkal.
elzárkóznak a vendéglátóipari helyekettől. Még azok a helyek is, ahol, akik egyébként vaper találkozókra helyet biztosítanak. Emlékszel, Krisztián, nem tudom, hogy lehetne ezt jól megfogalmazni, hogy amikor a látszat az olyan, mintha az öli meg az egész e-cigarettázás című dolgot. Tehát mire azért, gondolsz? Hát azért nem engedik meg sok helyen, mert az olyan, mintha dohányozna, és ő nem akar újat húzni a hatósággal, és hogyha bejön és azt mondja, hogy a hatóság, hogy de szerint ez dohányzás, amit ott művel az egyik vaper a sarokban, itt fújja ott a füstöt, akkor megbüntetik mindenféle indoklás nélkül. Ja, a tudatlanság, igen. Tehát ez a, tudod, amikor a látszat, és hogy nem partnerek ebben a vendéglátóipari helyeket üzemeltetők. Pontosan azért, mert bejutott egy... Ja, bocsánat, mindig közbeszólok. Pontosan azért, mert nem akarnak maguknak problémát, mondja. Nem akarják a fejükre vonzani a bajt fölöslegesen. Dabason jártam egy ottani kis hotel vagy panziónak lehetett az ilyen közös része, egy ilyen megbeszélésre mentünk oda egy hónapja, vagy másfél hónapja talán, és délelőtt sehol senki. És ugye a jogszabályok szerint bárhol használhatod alapvetően, de azért mégis sok megkérdezi az ember. És megkérdeztem ott a felszolgáló hölgyet, hogy használhatnám az elektromos cigarettámat, és akkor szabadkozva, de azt mondta, hogy nem, mert ez másokat zavarhat, stb. És így körbenéztem, és rajtunk kívül senki nem volt ezek. Tényleg hétköznap délelőtt Dabason egy ilyen hotelnek a kávézó részében. Tehát akkor ez a Land of Nowhere. És... Igen, tehát ez ilyen full valószerűtlen volt az egész. Nem de remélem így körbenéztél. Ki ez a faszomat szavar? Így történt, csak nem tettem szóvá. Jó van, akkor nem. Nem, furák valóban vannak fura. Mehetünk így van, egyébként következő ez a leghelyesebb magatartás, amit tanúsítottam. Mehetünk tovább? Mehetünk, igen. A karácsonyunkat kérdezgeti, de azt hagyjuk. Mit szívjon a beteg vaper, amikor a torka úgy be van gyulladva, hogy minden sluka kínok kínja, a láztól elhomályosult látástól nehéz a drippelés, amikor nyeszlet, elgyengült karjaival egy közepes acélmod emelgetése is fárasztó. Ezt te tudnád most leginkább. Hát igen. Én mindenféleképpen ajánlanám neked a kamillát, hogyha lenne, de talán februártól már lesz, és ennek is van egy jeges változata, ami nem föltétlen mentolt jelent. Tehát a jeges kamilla lesz majd, ami erre. De jó a csokoládé és citromfű is, vagy az útilapú, ami szintén tisztítja a légutakat. De hát erről csak akkor tudunk majd értekezni, hogyha már lesz ilyen a kínálatban. Addig meg egyéb fokhagymás. Fokhagymás likvidet tudok adni, Andor, mert az még van egy fél liter a vándor serlegbe. Nekem most van receptem, mert én pont most mentem át ezen a napokba, bedurrant a torkom, és így nem indult el egyik irányba se, tehát hogy lázalányba fekszem, vagy valami, csak ilyen rohadtul fájt napokig, és be volt dagadva a torkom. És az egyetlen egy probléma ezzel az volt mellékszálon. Annak idején, amikor dohányoztam, onnan tudtam mindig, hogy nagyon-nagyon ramatyú vagyok, amikor már nem volt kedvem rágyújtani se. Tehát, hogyha annyira szarul vagy, hogy akkor nem kérdés, mert akkor nem hiányzik gőzöl, és eszedbe se jut, hogy használ. Ha nem vagy annyira szarul, csak kellemetlen szívni, mert galiba van a torkodba, és ez volt velem most néhány napja. A fő probléma az volt vele, hogy alapvetően a gőzölés jól esett, viszont az ízek valahogy sehogy nem jöttek ki. És én azt találtam remek megoldásnak, hogy ezzel a mentolos szájvízzel gargalizáltam, és az lepucolta a garatomról azt a sok rettenetet, ami éppen ott termelődött, és utána sokkal-sokkal kellemesebb volt az egész, és az úgy rendbe tette egy időre. Tehát egy napi kétszer-háromszor meg kellett ismételni, hogy ott tisztán maradjanak a dolgok, és utána már simán tudtam vépelni. Én egyébként most fahéjas szegfűszeget szívok ebben az állapotban, és egészen jó tisztít. Én ebben az állapotban most trópusi mixet szívok.
De nem ebben az állapotban vagyok. Igen. Következő kérdése szintén Bandinak. Új év, mit vártok 2015-ben? Merre fognak változni, fejlődni eszközeink, a véperek, és vajon mit hoz a politika vaper fronton? Hát ez a lehető legnehezebb kérdés, amit föl lehet venni szerintem. Politika fronton. Hát ugye nyakunkon van 2015-ben, már 2016 és 2016-ig szentesíteni kell az EU szabályozást. Itt lesznek mindenféle boxok, ahogy ezt már láthattuk itthon is, hogy megpróbálják kicsit eltorzítani a szabályozás szövegét, és ezáltal jobban bedugni a lábukat a malacházba a kedves törvényalkotóknak, mint kellene. Ezekkel fogunk megküzdeni szerintem, meg a másik pont, amin támadnak, ugye ez a minél több közterületen és nyilvános helyen való betiltási kísérletek, ez lesz a 2015-ös vaper ellenállás medvehagymája szerintem. Technikai részeket meghagyom nektek. Érzésem szerint az lesz technikai oldalon, amit minap két fronton támadnak majd most már szerintem, és csak e felé lehet elmozdulni igazából. Az egyik, amit láttam, az gondolkozom, mert pont a másik jutott eszembe. Igen, amiről már mi is beszéltünk sokat, ugye ez a hulladék 5-10 csati, és Hozsán a testvér a P3-ason megjelent a hibrid csatlakozó, és hozzá már van egy Kaifu 4-es kazán, amit meg lehet ilyen átalakítóval venni. Úgyhogy szerintem ez lesz az egyik front, ahol lehet támadni ez a stram, robusztus menet csatlakozó érintkező kivitel. A másik pedig, és már türelmetlenül várom, hogy mikor fog a kínaiaknál megjelenni, a Hanának láttátok az új revízióját? Megjelenik majd náluk háromféle új készülék. Az egyik az egy lipócellás lesz, egy beépített lipócellás. A másik az egy dupla aksis, 18650-es. A harmadikra meg bevallom férfiasan, nem emlékszem, de három készüléket nem. A harmadik az a mostani lesz szerintem az új 40-es elektronikával. Na szóval e felé fogunk szerintem menni. Ugyanúgy, ahogy mobiltelefonoknál is az üzemidő, itt is az lesz, hogy valahogy az aksiban kaparincsunk meg extra üzemidőt. És ezért... Meg a méretcsökkentés, gondolom. Majd a méret is érdekes lesz, majd nézd meg, keres rá. Az egyik új Hana, az inkább hosszú, mint széles. Tehát laposabb, mint a mostani, hosszabb, és réz. Jól néz ki. Úgyhogy én azt gondolom, hogy erre fognak elmenni az eszközök. Tehát most azt mondhatnám, hogy meg még 3-4-500 watt, de fölöslegesnek érzem ezt, úgyis ez lesz. Tehát a tehetségtelen tekeréseket majd a wattokkal kompenzáljuk, mert úgy kell. Se! Én az Andor utolsó kérdését fel se olvasnám, mert az nem is kérdés. Igen, azt tartsuk meg a csoport homályában. Aki kíváncsi rá, az csatlakozzon és olvassa el. Aztán Rácz Bélát ki kell emelni. Az én kérdésem a következő. Mikor lesz podcast? Béla, itt van. Szerintem beszéljük meg, mert nem mindegy. Ja, és egy jó tanács. Ha a mújó megborotválkozik, akkor a szőrt ragaszd a fejed búbjára, és akkor úgy fogsz kinézni, mint Fifika a 69-es Woodstock fesztiválon, mikor csápolt az Eyaöl Kenguru norvég zenekar eposzára. És sok sikert a következő évadhoz. Köszönjük szépen, Béla!
Ez egy életre szóló tanács volt, úgy érzem. Azt hozzá kell tennem, ezt 23 óra 50-kor írta, december 25-én. Kezd megkomolyodni az Andró, úgy érzem. Ez Béla volt. Ja, ez a Béla volt? Hát nem jöttél rá? Egyszerű, akkor a Béla megkezd teljesen eltorzulni. Ez érdekes. És ezt nem tudom, mi ez az Eja, ő a kenguru. Ilyen nem volt Woodstockban. Édes Istenem, a Béláról beszélünk. Tehát, ha Béla jó, azt mondja, de akkor egy, volt, kettő, ha nem volt, akkor meg úgyis kitalálja, hogy volt. Lépjünk nem tovább. Nem a tényeket kell nézni, hanem de már megint elferdélyek a tényeket. Az életérzést fölvenni. Hát mondjuk egy ekkora celebünk van, becsüljük meg, és fogadjuk el, amit ő mond. Na de menjünk tovább. Majoros Tamás is kérdezett. Most, hogy egyre jobb elérhető áru Vari volt, Varivat modok jönnek ki, lásd Vamo V6, V7, van, lesz-e létjogosultsága a meháknak? Megéri-e egyáltalán mehába fektetni, vagy lassan már csak egy divatirányzat képviselői lesznek? Micsoda kérdés ez? Azt hittem most, kacagjunk már föl egyszerre hárman. Egy, kettő, három. Lenin élt, Lenin él, Lenin élni fog. Így van. A meha az egy egészen más műfaj. Egy más életérzés. Másként kell kezelni, használni, tekerni. Ugyan nincs jogosítványom, és nem tudok autót vezetni, de önkéntelenül is a manuális és az automata váltók jutottak erről eszembe, hogy megvan a manuális váltóknak. Nem, ezt abszolút rosszul látod. Az igen? Egyik, az egy, nincsen, ne erőltesd ezt az autóvonalat. Te egy urbanista pesti gyerek vagy. Egy 27 váltós bicikli. Mellé rakhatjuk még mondjuk az agyváltós verzióját is, ami már a csúcsok csúcsa, bordás szíjhajtással mondjuk. És egy fixit mellé tenni. És a fixi, jól mondod, és a fixi, amiben örökhajtás van, egy áttétel, és itt a tekerés az a te lábad, illetve az akkumulátor a te lábad, és a tekerés az pedig az áttételed. Az adott. Az, hogy milyen erős a lábad, olyan lesz a tempó. Szerintem. De ettől függetlenül én nagyon szeretem a bordás szíjas agyváltós kerékpárokat. Rolhoff Ford President. És hogyha valaki esetleg rámegy az internetre, és rákeres a Ludwig 14-re, akkor remélem, hogy ugyanazt fogja látni, mint én. És hogyha nem tud már mit kezdeni 3000 euróval, akkor adom a számlaszámomat, és nyugodtan lehet hozzám. Következő kérdés, Bór András. Én, és remélem sokan mások is szívesen hallanám a véleményeteket a Varivolt Varivat készülékeken használandó ellenállás értékekről, húza vastagságokról. Ez így elég hülyén hangzik, de kifejtem, mire gondolok. Eddig az eddig használt módom feszültségáram teljesítmény korlátja, fú, nagyon hosszút ír. Érdekelne, mennyire osztjátok a véleményét azoknak a fórumos régi motorosoknak, akik esküsznek a vékony húzalos 3-4-5 ohmos megoldásokra, illetve hogy szerintetek van-e gyakorlati előnye a varivat készülékeken a magasabb ellenállású és ezért magasabb feszültségen meghajtott tekeréseknek. Ez nemhogy egy adást, egy egész műsor struktúrát kaphatna, sose lenne senkinek igaza, szerintem. És nem is tudnánk befejezni. Egyébként az ő ott leír, az abszolút egy ilyen, hogy mondjam, standard tekerés. 0-25-ből másfél-két om közé, az teljesen jól működik bármelyik VV cuccon. Na, hát az most az szerintem az semmi baj nincsen. A mehában 0-25 és 1,2, 1,24 századom, tehát az jó mindenhova. 0,3-at hajtok egy ohmon mehába. Nekem az jött be.
néha 0,8-ra sikeredik, de 0,8-1 között hajtom neháimat. Szóval nem lehet, mert azért vari volt, meg vari vat, hogy szerintem egy kicsivel nagyobb szabadságot adjon, egy kicsit az agyi kapacitását másra tudja az ember használni, mondjuk arra, hogy észben tartsa, hogy nem sokára folytatódik Mujó a Walking Dead. Az meg odébb van februárban. Február 9, mindjárt itt van. De szóval ott azért tud az ember játszani, kicsit gyorsabban izzon, kicsit még följebb veszem, jobban kijön az íz, még följebb veszem, picit veszít az íz, más karakter jön elő. Azzal lehet játszani. Meha az meg, meha, hát ott. Igen, és a 3-4-5 ómos tekerések a régi motorosoknál, az mind üvegszálon történtek. Pici menet. Pici menet, üvegszálon. Üvegszálon. Nem mikróba, már hogy nem mikrokoil. Hézagosra tekerve, torkos. Én erre most visszatértem a GT-ben, és zseniális. Úgyhogy ennyi, ez sajnos nem, tényleg nem elég egy ilyen adás végén két mondatban megemlíteni ezt a történetet. Történetet. Történet. Történetet. Történet. Történet. Úgyhogy a kérdések elfogytak. Mi is? Mi is? Ugyan én még raktam be egy karácsonyi videót, amiben karácsonyi funny dolgok fognak, cukiságok megtörténni. Azt majd Charlie kirakja, mindenki nézze meg. Meg fogom nézni, és akkor kultúránk van? Kultúránk nincs, de Krisztián, te tudsz valamit előre? Én kultúrálatlan vagyok. Én most kultúrálatlan vagyok. Valamit mondtam az előbb, hogy megkeresem. Én kultúrába be fogom rakni a kőgésem. De mozikba került a Hobbit 3. Hú, hogy az engem mennyire nem mozgat meg az a Hobbit. Természetesen csak HFR-ben nézed, igaz? Hát, ha még rókázni is fogsz közbe. Szeretem. HFR-ben? HFR-ben? Az a nagy frek is. Hát, majdnem, igen. Akkor mi az? Hát az a több képkocka, mint szem. Hát igen, ugye az eddigi 24-ről fölmentek 60-ra, azt hiszem? Igen. Az a nagy frekvencia. Ja. High frame ratio, vagy tököm tudja, hogy mi a High frame rate, nem? Rate, bocsánat. Az nekem bejött, mert csak tátottam a számot, hogy mennyire életű. Gyere át hozzánk, egyszer mutatok egy ilyen videót a tévénken, kis barátom. Charlie azon szokott hányni. És akkor felétek, a webbendedet is megkapod. Fizetni kell az útér felétek, nem mehetek Charlie. Hát ezt nem hiszem el. Kerekezzék ki biciklivel. Fixivel, mert neked olyan... Az ott már te nevérországra haragudj. Na jó van. Na itt legyen vége ennek az adásnak. Akkor viszont megvan a mai nap, vagy a kultúra rovat is. Félelem és reszketés Las Vegasban. Igen. Hunter Elkonzon. Rakom is be a linket. És közben kiestünk a ritmusból. Mi legyen az adásunk címe? Jaj. Hát, na, mit tudom én. Bújék. Nekem is ez jutott eszembe, csak megmertem. Ez annyira szar. Valami... tudna még rosszabbat, gőzben gazdag új évet. Gőzökben gazdag. A vépben, várjál, a vépben, de mi legyen? A vépben, de Besenyő T.G. István, azaz Besenyő tudatosan gőzölő István. De az hogy jön ide? El szeretném mondani, hogy tudatosan gőzölök.
Most is, hogy beszélek, tudom, hogy gőzölök. És megint igazam van. Hopp, ugye? Na, 7. Megint igazunk van. 8. Ez legyen a címe. 9. Megint igazunk van. Ez hanyadik adás? Megint igazunk van. 40. 45 szerintem, de húzogatom az egeret közben, be sincs dugva. Hát fantasztikus. Mindjárt gyorsan megnézem a 45. Elvileg 45. 45. Akkor miért vagyunk itt elszámozva? Valahogy megint el lettünk számozva. Ne akadjál már fönni ilyeneken, Krisztián. Legyen az, hogy idáig már 45-ször volt igazunk. Igazunk. Jó. Akkor ennyi. És mindenkinek valóban jönnek a közhelyek. Gőzben, likvidben, feltöltött aksiban, és nagyon jó kis modokban gazdag új évet szeretnénk kívánni. Igen, kellemes felépülést a harmadnapból. És az influenzából mindenkinek. Nektek jobbulást, a többieknek pedig sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!